Az internet a mindennapi életünket számos területen megkönnyíti. Ma már szinte mindent megoldhatunk a világhálón keresztül. Termékeket, szolgáltatásokat rendelhetünk, utazásokat szervezhetünk, banki ügyeinket intézhetjük, valamint folyamatos kapcsolatot tarthatunk a nagyvilággal. Bármire is használjuk az internetet, fontos néhány alapszabályt betartani. A legfontosabb tanács az átlagos internet felhasználóknak, hogy legyenek gyanakvóak. A nagyon kecsegtető és nagyon nagy nyereménnyel, nagyon nagy utazásokkal kecsegtető hirdetések, azok legyenek gyanúsak, és nézzünk utána, hogy ki a hirdető. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy visszajelnek esetleg olyan bizalmat ébresztő cégnek a logójával, színeivel, nevével, akár e-mail címével is, ami joggal bizalmat gerjeszt a felhasználóban, és akár meggondolatlanul is kattint olyan helyre, ahová nem kellene. A közösségi oldalakon is sok veszély fenyegeti a gyanútlan felhasználót. Ezeken az oldalakon az emberek könnyebben rákattintanak egy vonzó képre, vagy akár személyes adatokat is megadnak. Amit leginkább tehetünk, hogy személyes adatokat nem adunk ki, és igyekszünk törölni a gyanús e-mail címekről érkező üzeneteket, tette hozzá a szakember. Fontos továbbá, hogy a legfiatalabb korosztály figyelmét is hívjuk fel a világháló veszélyeire. Nyilván minden szülő próbálja ezt korlátozni, hogy milyen óraszámba vagy milyen időtartamra érheti el a gyereke az internetet, és a legjobb az, hogyha folyamatosan kontrolláljuk, hogy ő mit nézott, és próbáljuk neki azokat a dolgokat kiszűrni, amit nem nézhet, vagy amit már esetleg látott, arra pedig felhívni a figyelmét, hogy ez ezért és ezért nem jó, és próbálja ő is elkerülni ezeket a forrásokat. A legnehezebb dolog a gyerekeket megvédeni a világháló veszélyeitől, hiszen a fiatalabb generációt rengeteg inger éri. Egy átlagos internet felhasználó 10 éves gyermeke sokkal jobban ért az informatikához, mint a szülei. Szélesebb ismeretekkel rendelkeznek, és sokat használják az internetet. Többféle szoftver áll rendelkezésre ahhoz, hogy a szülők korlátozzák azoknak a weboldalaknak az elérhetőségét, amiket nem szeretnének, hogy lásson a gyermekük, tette hozzá a szakértő.